creation, there at the start, before the beginning of time. R.D.Y. Эти дни пролетают, словно сквозь пальцы белый песок. Я снова прибит под мой лучший бит, и слушай в отцов. И как и всегда пытаюсь добиться новых высот. Мой рэп — это мое искусство, надежда на новый полет. Я сам для себя стал кумиром и своего дела, да. Я с самых низов до сих пор не поверишь, тащу себя выше, да. И каждый раз снова, когда вновь судьба сбивала с пути, я просто вставал, не теряя надежды на лучшие дни. Lefty vlog máltal. Tehát kicsit fújkáltunk, mármint én nem persze, mert én loser vagyok, de Soma igen. Mi a crew-nak a neve, meg mi a teged, amit nyomsz? Nincsen crew, egyedül. Egyedül? Persze. Tehát a teged az a szóló. Ja, magányos lovag. Mint a Star Wars-ból. A csapatom magányos lovag. Csináltam veled egy interjút pár hónappal ezelőtt. Mennyi idő, mondjuk az nyár eleje volt, most milyen hónapban? Október. Fél év telt el. A fél év alatt párszor találkoztunk. Rég kemény előzik ott a... Valakit lőnek a halakat. Azt elmondanám neked, hogy az, ahova mi nem mehetünk. Az hát a G-fegyverrel lövik a tenger. Jó. Na mindegy, próbálj meg visszakanyarodni. Az a baj, hogy olyan helyen vagyunk, hogy mindig elkerülünk, mert... Tehát itt most egy beérkezik egy repülőgép, meg helikopter van itt minden. Az a helyzet, hogy ez egy elhagyatott komplexum, ahol mi most forgatunk, és tőlünk nem messze van egy laktanya, ami le van zárva, és úgy látszik, hogy elég aktívak. Tehát konkrétan most lőtték gépfegyverrel a tengerbe. Szeretik a parányi. Az a 45-össel, ahogy elnéztem, mert innen láttuk a csobbanást, akkor mekkora lehet? Szóval, visszatérve, fél évvel ezelőtt beszéltünk utoljára, az alatt párszor sikerült berugnunk, meg ilyesmi, de igazából élted a magad életét. Mi történt veled az interjú után? Tehát én azt tudom, hogy te találtál egy állást, akkor még egy sushi. Nem. Az első az egy étterem volt Pacsevillebe, de viszont egy elég jó étterem. Nem volt egy hosszú távú dolog, nem nagyon jöttem ki emberekkel, de ezt annyira nem kell részletezni. Ez Málta? Hát meg nem csak Málta, az emberek, tudod, nem egyszerű emberekkel kollaborációra lépni, főleg, hogyha új vagy. Ezért szeretik kikezdeni az embert. Tehát ez a meló az annyira nem jött be? Nem. És de... akkor mit csináltam, váltottál? Váltottam, persze. Váltottam. Utána kérlek szépen lett a sushi bár. Akkor jött a sushi bár, ugyanúgy Pacsevill, csak kicsit följebb. És az elég normálnak tűnt egy két hónapig. Így elvickéltem ott. Nem volt olyan rossz, csak hát voltak olyan emberek, akik nem nagyon szeretnek dolgozni, meg azt nem tolerálom. Ha dolgozunk, akkor dolgozunk, tudod, nem másra rakjuk rá a dolgokat. Igen, sajnos ez itt bevett szokás, hogy az ember új, meg mondjuk külföldi, akkor meg... mondjuk ő viszi a nehezét, és akik már régebb ott vannak. Meg amúgy nagyságban csak nincs, mert az első hónapban durván 23 interjút sikerült így létrehozni. Abszolválni. Ja. Szóval eléggé körben nyálasztom, hogy mik is a lehetőségek itt a szigetem. És mi történt a sushi bárral? A sushi bár, találtam egy másik melót. De még mielőtt tovább ugrunk, csak így röviden. Tehát a sushi bárban mennyi volt a lóvé? Mennyi volt a lóvé? Schatz per kávé. Hát ilyen 800 és 1000 euró között össze lehet szedni. Tehát te is megkerested azt, amit úgy nagyjából a külföldiek mondjuk így Máltán. Tehát ez a 800 000 euró. Part-time meló, szóval nem full-time, nem 8 óra napi 8 óra. Part-time-on? Azt a kurvát, az nagyon jó. Hát jó, de majdnem minden nap dolgozol, tudom. De most este bemész bogockodni 5 órán, most ez mit tudom. Volt jatfaszán? Hát viszonylag. Viszonylag volt. De ez is helyfüggő, tudod, hogy milyen a jat, meg hát a szerviz alapján nyilván úgy hagyják ott az emberek a jatod. De hát jó, akkor, szerviz, de hát akkor annyira nem volt túl jó. Nem volt jó csapat. És tovább léptél. Mi következett utána? Szerencsére találtam egy máltai céget, akik régi tárgyakat újítanak fel, restaurálás, különböző órák, stb. Résztárgyak. Heti szinten kaptam az olyan régi második világháborús ágyú töltetek,
ágyi tölteteket, amiket a tengerből szedtek ki, ugye, ami volt itt a cári a második világháború alatt, ugye, amit itt leműveltek. Hát, jó részén régi dolgokkal foglalkoztam, és azokat kellett restaurálni különböző eljárással. És még mindig ott vagy? Nem. Ott hagytam őket már, egyszerűen nem jutottunk dűlőre, mert szeretik hülyének nézni itt az ember. Sajnos ez jellemző. Fizetni nem szeretnek annyira. Volt egy megállapodás, amit ők felrúgtak, és mikor bejelentettem a távozásom, hogy én ezt így nem szeretném, mert nem ebben állapodtunk meg, hát akkor 180-ban megfordultak, és hát derültek ki a dolgok, hogy tulajdonképpen ez egy legális, tök hivatalos munka volt, de az elszámolás napján kezdődtek a trükkök, hogy mik nem lettek befizetve, utána a járulék, stb. Ebbe se akarok annyira belemenni, de jobb átnyálazni mindent. Mert most oké, én aláírom, lehet azt mondja valaki, tudod, hogy nem jártam rendesen utána, vagy valamilyen szinten az én hibám is. Oké, persze, úgy vagyok a szigeten, nem akarom azt mondani, hogy én itt akármilyen tapasztalt ember vagyok, mert 6 hónap után nem mondhatom. De viszont azt mondhatom, hogy biztos vagyok benne, hogy körbejártam, hogy mik a lehetőségek. Hogyha egy ember 23 interjúra elmegy egy hónap alatt, mert ugye nekem olyan szakmám, én a fémiparban dolgoztam. CNC, meg különböző ágazatokban, és hát ilyeneket is betaláltam, de amiket így ajánlottak, meg nagyon sok helyen három műszakot kértek, mondom, hogy köszönöm, nem. Meg ugye a közlekedés az úgy nem annyira jó itt, szóval kicsit meg van kötve egy az ember keze, hogyha nincs autója az embernek, ugye bár. Igen, tömegközlekedés, Máltán vlog, ajánlom mindenkinek. Ja. De mondjuk te még okosan csináltad, tehát te pont ugye még az interjú előtt, miközben készült rajta, beszélgettünk, hogy te közel laktál. Két héttel ezelőtt, egyszerre két ilyen dolgoztam délelőtt a restauráltam, 8 óra, full time job, hétfőtől péntekig, reggel 7-től délután 4-ig, több királyság, nekem ez így nagyon fekszik, csak hát ugye fölrúgtak egy dolgot, és általában én ilyen vagyok, hogy ha nem azon, ami meg van beszélve, akkor kicsit becsapolja és magam, hát, tudod? Persze, teljesen normális. De és ebben egy Máltán sajnos belefutsz. Hogy közel volt 10 perc gyalog a lakásomtól. Most a másik part-time-os munkám, az étterem este, az is 5 perc gyalog. Szóval azért így lehet találgatni szép számmal a munkát, csak hát sok ilyen szeretik hülyének nézni az embert. Maradjunk. És akkor most eltelt így 5 hónap, 6 hónap, és akkor meghoztál egy döntést. Mész Magyarországról. Már persze, hogy Magyarország, mert... Jönnek az ünnepek, család. Jönnek az ünnepek, a család vár. Figyelj, én Ausztriába is úgy mentem, hogy édesanyámnak azt mondtam, hogy figyelj, anyu, elmegyek ausztriai melóra. Pár hónap, téli szezon végére befutottam ott, mert ugye Londonból jöttem. Hát és ebből a pár hónapos ausztriai melóból lett egy fél év Málta még, meg ugye egy 5 nap Olaszország. De nem bántad meg, nem? Abszolút. De most felejtsük el, tegyük túl magunkat, de most én is ugyanezt a vlogból már mindenki számára kiderült, hogy külön kell kezelni Máltát, és a máltai embereket, és az összes dolgot, ami hozzá tartozik. Tehát Málta rettenetesen élvezhető, mögöttünk is látható az egy gyönyörű háttér. Igen, amit itt fél év alatt kaptam, ez egy nagyon-nagyon jó tapasztalat. Szóval én jó szívvel megyek el, érted? És nem azt mondom, hogy én soha életemben nem jövök többet vissza Máltára, nem utálom ezt a helyet, csalódtam. Nem, megtanultad a leckét. Persze, meg rengeteg barátom van, én vissza fogok ide jönni őket látogatni. Meg ez is mekkora műsor, visszajetsz egy ilyen szigetre, meglátogatni a barátod, és ingyen jössz ide nyaralni, érted? Mert most a haveroknál nyilván meg tudsz szállni meg ilyenek. Meg a másik, hogy tényleg, ahogy végzel itt a munkával, azért most ugyanez a része ennek, hogy a munka, és amikor végzel. A munka az nem jó, a máltai emberekkel való kapcsolat, az nem feltétlenül jó. Teljesen más. De ahogy végzel, egyből bazd meg, felszabadulsz, egyből ott vannak a beach-ek, egyből a szabadidődet minőségileg el tudod tölteni. Tehát nem kell pénzt költened arra, hogy elmenj egy gyönyörű szép beach-re, vagy egy gyönyörű szórakozó helyre, vagy emberekkel találkozzál, szép emberekkel, elmenj ide oda. Remélsz, és ott van minden. Így van. Csak kérdés, tudod ez is, hogy meddig inspirálja ezt az ember? Ideig, óráig. Általában itt Máltán az emberek átlagban olyan 3 évig bírják, akik úgy komolyabban veszik. Akik értelmesebbek, azok ugye hamarabb fölébrednek, mint például te. És akkor van az én fajtám, akinek ugye valamilyen ok miatt töltötte itt az időt, mint például, hogy nekem ugye kisfiam született,
Tehát nekem az így megfelelő volt ez a faszkodás, amit itt Máltán lehet csinálni, de idő után mindenki tovább lép, tehát komolyan 10 ember van Máltán, aki itt van 10 éve, vagy nem tudom, lehet, hogy több, majd úgyis kijavítanak a máltai magyarok, mert hát mindent tudnak. Úgyhogy... Meg nyilván nem vagyunk egyformák, szóval mi csak bemutatunk egy élesztorit. De én azt mondom, hogy mindenki én teperős srác vagyok, érted? És én tényleg körbejártam a dolgokat, legalábbis az én körzetemben, ami engem érdekel, tudod, ami engem mozgatott. De mégsem tudsz egyről a kettőről lépni, vagy max egyről a kettőre bírsz, de kettőről a háromra már nem. Ez nem az a hely, ahol bevált az álmaidat, mert be lehet, mert amúgy ő... Attól függ még az álmait, hogyha gazdag akarsz lenni, akkor legyen a Máltára. Jó, de azért maradjunk, hogy volt itt 1990-et írunk Kubát még mai napig, szóval az emberek gondolkozásban kb. Itt vannak, főleg az itteniek, érted? És ők nem értenek téged. Hányszor megkaptam az? 3 év Anglia után, érted? Figyelj, engineeringben dolgoztam kint Londonban, angolokkal a Cockney-szengelt, kőkeményen kaptam, érted? És azt mondják, hogy nem értik, hogy miről beszélek, érted? És a másik hivatalos nyelv is, és rengetegszer nem értettük meg egymást, hogy mi is van. És legtöbbször számít. Értenek, csak nem akarnak megérteni. És a nagy kérdés. Mi a, de most őszintén, tehát mi a véleményed Máltáról? Máltáról? Hát, vegyes érzelmek, de én mindig azt mondom, ez egy jó kis hely. Ez egy jó kis hely, csak hát ilyen nem megbeszogodni kell jönni. Ennyi. Tehát ez a tapasztalat, hogy eljössz ide, tapasztalatokat szerzel. Van egy kis pénzzel jól érezni magad, kapcsolatokat lehet építeni, ez egy tök jó hely arra, hogy építs kapcsolatokat. Barátságokat tűn. Szóval ilyen kérem fasza. De úgy, hogy az ember idejön, pincérkedik, meg bohóckodik, meg ilyenek, abból nagy kaland itt nem lesz, ne várjatok nagy dolgokat. Nekem ez a véleményem. Ide ki lehet jönni nyári szezonra dolgozni. Igen. Az egy tök jó buli, ki lesz 3-4 hónapra. Érted? És tulajdonképpen ingyen nyaralsz 3-4 hónapig. Megismerkedsz egy csomó érdekes emberrel, eljutsz egy csomó gyönyörű helyre. Nem kell érte külön fizetned, viszont hogyha életvitelszerűen akarsz élni Máltán, az kemény dolog. Tehát ahhoz az a baj, hogy nem beilleszkedni kell, hanem megalázkodni kell. És ez, ami nagyon nehezen megy, főleg a magyarnak, ami egy elég büszke nép, ugye... Meg tehát, kicsit bebutulni hozzá. Meg bebutulni, meg lealacsonyodni, meg ilyesmi. És akkor persze, hogy most sokan mondják, hogy ho-ho, szidjuk Máltát. Nem szidjuk Máltát. Nem. El kell vonatkoztatni, elmondtuk ezerszer, Málta egy csodálatos hely. De egy, marás, paradicsom. Egy paradicsom. Egy paradicsom. De a máltai emberekkel megértetni magad és életvitelszerűen itt élni, az egy külön történet. Meg tök lesz annak minden, csak a pénz számít, érted? Lakást kiveszel meg, nem számít semmi. Ők ebből élnek. Szerződések, így van. Semmi, leszarnak mindent. Fizes. És az a legjobb, hogyha minél előbb elmész. Tehát gyere ide nyaralni, költsd el a pénzedet, és akkor hello, szia, szevasz. Így van, akkor mindenki boldog, amíg nyaralsz. Addig tökre kinyolják a seggedet. De hogyha már 2-3 hét, 2-3 hónap, vagy 2-3 év után itt vagy, akkor már csak rontod a levegőt. Persze, én is és vettem amúgy, még a nyári szezonnak, és már teljesen igen, mások hirtelen. Úgyhogy ezek a tapasztalatok, tehát most így, köszönöm szépen a Soma, hogy elmondtad, ezek fél év tapasztalatai. Hogy azért jó pár, nem csak magyar, különböző náció volt, találkoztam emberekkel, és hát leültünk beszélgetni, és még mai napig sok ember maraszta, hogy Soma, törnbek Máltát, maradj itt, mert nyilván azért nem vagyok egy szar ember, tudod, az emberek nem szeretnék, hogy elmenjen. Érted? De a lényeg az egészből, hogy sok emberrel beszéltem, és nagyon sok ember azt a pillanatot várja, hogy mikor tud innen pattanni az ugródeszka, és ebben benne van magyar is, legyen az szerb, legyen az akár német, akár mi, mert ugye rengeteg náció van itt. De mindenki azt keresi, hogy ő a jó pillanatot, amikor hogy tud tovább menni. És általában ez a nyár vége, a szezon vége. Hát. Mindenhol ürülnek ki a lakások, mindenhol persze. Hirtelen most mennyi lakás van persze. Tehát, ahogy ez most a vlogot is lezárjuk, úgy ért véget itt is a szezon. Ez látszik majd a vlogokban is, megváltozott az idő. Mondjuk ma szerencsénk van, elhőbb persze jó időnk van, de például tegnap előtt szakadt az eső. Ez meg a másik érte, szakad az első is érte, nem tudsz venni az utcán, mert kb. Úszol. Mert ömlik a víz, nincsen megfelelő csatornarendszer, azt mondják, hogy van itt valami csatornarendszer, de hol? Tehát én nem találkoztam még vele. És Tomi Transznak is tegnap szerencséje volt, Begala Tominak. Tényleg köszönjük szépen azt a... Nekem 5 éven keresztül, vagy nem tudom hány éven keresztül hordták ide a csomagot.
a Tomi Trans, Begola Tamás, 100%-osan megbízható. Fel is veszem el a kontaktot, mert mindenféleképpen nem akarom vinni a bőröndömet, mert megint nem haza lesz az első utam, hanem megyek meg. Abszolút lehet rájuk számítani, mindenkinek ajánlom. Begola Tamás, meg lehet keresni, én pont tegnap kaptam meg tőle a csomagot Magyarországról. Abszolút, abszolút, őnek is szerencséjük volt, mert tegnap tudtak napozni, gozon volt egy kis idejük, mielőtt kivitték a csomagokat, úgyhogy szerencséjük van. Mondjuk ez jó pofa azért, hogy így ki van építve a magyaroknak így. Én Londonban tudod, hogy csomagszállítás meg minden, és így ez viszont nekem hatalmas nagy pozitív, hogy egy félmérő szigeten is itt vagyunk. És gondolj bele, hogy pár évvel ezelőtt ez nem volt, tehát... És itt vagyunk, és... Ez a Tomi Trans az első, ahol tényleg az működik, hogy ők nem csak Magyarországról Máltára hoznak, Londonból hanem is Londonból láttam. Is, mindenhonnan, Angliából, Magyarország, Angliából, Málta, Angliából, akármi, tehát elképesztően jól kiépítették. Például és ne esik diszkántot, nem azért beszélünk erről. Ez nem egy fizetett, ez nem egy fizetett hirdetés, csak tényleg az, hogy... Szeretjük a jó dolgokat, és arról beszélünk. Hogy jó látni, hogy van pár olyan ember, amelyik elkezdte magát építeni a legelejétől egy autóval, és most már több autóval, trélerrel hozzák az autókat Angliából, soha nem basztak át senkit, hát élő állatot rábízhat, és abszolút elfogadható áron. Tehát amikor ők azt mondják, hogy itt vannak, akkor itt vannak, és tehát azért vannak normális magyarok, és Máltán is meg lehet találni azt a bizniszt, például ők is rettenetesen okosan fölépítették ezt az egészet, saját erőből, okosan, kreatívan. Na, tehát ne is most taporítsuk a szót, kicsit elmentünk, köszi szépen, Tomi, majd dobj egy lájkot. Erre az egészre, ha már kérdünk rá, jaj, beszéltünk a 3 csomag, vagy valami. Szóval köszönjük szépen. Ebből mindenki vonja le a tanulságot ebből a két interjúból. Milyen megérkezni Máltára, megszerezni a tapasztalatokat, és aztán logikusan végig gondolni az egészet, és meghozni egy újabb döntést, hogyha esetleg úgy alakul, akkor igenis tovább kell állni Máltáról. Nem akarom lelőni a poént, de valószínűleg én már elmondtam több vlogba is, én is tovább fogok állni. Nekem sem tetszik ez, de nekem ugye van családom, tehát én nem sietek sehová. Hát megdja. Így van, tehát nekem kétszer meg kell gondolnom mindent, vagy pedig 12-szer. Így van, persze. De mindenkinek az a vége, kivéve egy-két embernek, őket most is üdvözlöm, de a többség tovább fog állni. A 95%-a elhagyja Máltát egy bizonyos idő után. Úgyhogy már ennyi, Lefty Vlog Málta. Én még hozzátettek még egy kis... De még a Soma hozzátenne persze egy nagyon fontos dolgot, melyik pedig? Azt szeretném mondani, tudod, hogy ez egész fog, ez nem arról szólt, hogy most magyarokat húzzunk le, vagy Máltát húzzunk le, vagy akár. Nem, ez megint csak arról szól, hogy az első ez vlog, hogy... Ez objektív vlog. Hogy... Tehát másoknak fizetett hirdetéseik vannak, nekik azt kell mondani, amit kell. Ez nem, a vlog, ez nem arról szól. Ez egy élettapasztalat, tudod, és hogyha megnézed, és most ezt el tudod dönteni, hogy tetszik, nem tetszik. Szóval itt nem kell belemenni abba, mint például feltettem egy hirdetést, érted? Online, és abba kötnek bele, hogy 20 eurót kell fizetni az internetre, ami a leggyorsabb internet, érted, a szigeten. És ezen van a kiakadva, és nem, hanem mert csak... Mert Máltára is elhozzák a magyarok a magyarságukat, valamilyen oknál fogva ezt a rohadt kötekedős szarség. Itt az információt kell megfogni, hogy mit kaphatsz. És hogyha ha te úgy gondolod, hogy ez az információ, ez a csomag, amit te itt kapsz, nem tetszik, csak állj tovább. És ennyi. Ha meg tetszik, amit hallottál, akkor meg hagyd itt a jelet. És meg végig kell gondolni logikusan, tehát most 420 vagy 400 ez a szoba, de viszont onnan, ebből a szobából, Pacheville, 20 perc. Slima, 20 perc. Emszida, 20 perc séta. Meg de Bangkok, minden, érted, aki Lidl. Az összes frekventált hely elérhető, plusz be van kötve az internet és normális tiszta lakás. Meg ha nincs pénzed rá, akkor ne menj oda pofátlankodni, nekem ez sok, érted? Így van, szóval, ez nem Magyarország. Hanem akkor hagyd ott, ez nem a tiéd, hagyd ott másnak, érted? De ne húzd le a másikat, érted? Mert abból, hogy lehúzol mást, abból te nem leszel följebb, semmivel se, csak érted? De sajnos itt ez megy. Egyszerűen itt Máltán vannak ilyen okoskodó emberek. Ez a szarakodás. Szóval tényleg az, hogy tényleg fogjuk meg az információt, és ha tetszik, ha úgy gondolod, hogy neked, ó, ez egy építő dolog, akkor jó, oké, figyelj, ez a srác ezt mondta erről, és én elgondolkozok rajta. Ha meg nem tetszik, akkor meg tényleg csak annyi, hogy állj tovább, érted, és kész, ennyi. Megcsináltam ezt a máltai magyarok tetszik oldalt, most már majdnem 800 ember csatlakozott, és semmi más nem csinálok, csak máltairól, vagy pedig angolról lefordítok érdekes dolgokat magyar nyelvre, és ezt megosztom mindenkivel, rakok hozzá képeket. Tehát az utóbbi egy évben szinte az összes várost, az összes beach-et, Málta történelmét, a nyelvet, hogy honnan származik Málta, származásán, mindent bemutattam. És minden második posztom alá
valami idióta, barom, beleköt a helyesírásba, beleköt egyetlen egy betűhibába, óriási az Isten állatkertje, és mindig van egy ilyen tahó barom, amelyik beleköt. Tehát nem azt nézik, hogy nézd ezt az idiótát, a szabad idejét arra szánta, mert szereti Máltát, egyértelmű, hiszen videókat forgat róla, csinált egy oldalt, folyamatosan fordítja külföldi nyelvekről azokat az információkat, amik más számára nem érhetők el, vagy beleszartak, utána se néztek, fingjuk nincs, hogy mi az, hogy Valetta, mi az, hogy lovagrend, mi az, hogy máltai szeretett szolgálat, honnan származik a máltai nyelv, semmi, viszont kötekedés az nagyon megy. Ha nincs a blogon, gyűlölöm ezt a fajta blogon, és nem tudok utána nézni Ausztriából, hogy figyelj, ez a sziget van, ezek a dolgok vannak, hogyan miként működik, és nem tudom vele fölvenni a kapcsolatot. Figyelj, nem megyek bele egy ilyen dologba, de viszont föl tudtam veled menni a kapcsolatot, kicsit beszélgetni, elmondtad a tapasztalatodat, hogy hogyan, miként, és ez jó, volt oké, ez lesz, kipróbáljuk. És kipróbáltam, most nekem van egy véleményem, nyilván mindenkinek más, és ez tök normál, mert nem vagyunk egyformák, de érted, szóval mondhatjuk azt, hogy a vlogod miatt jöttem Máltára. Mert egyszerűen megnéztem, ó, oké, itt ez van. És ez a normális hozzáállás, ez a normális látásmód, nem az, hogy mindenben a hibát keresünk. Mert hiszen megint lőnek. Tehát akkor zárjuk is le tényleg. Tehát ne legyetek seggfejek, ezt elmondtam már egy-két vlogba. Tiszteljétek a másik embert, legyetek ambíciózusak, legyetek tisztánlátók, és mindig álljátok ki önmagatokért. Legyetek rasszisták. És ne legyetek rasszisták, mert széjjel vágunk titeket mind a ketten. Tehát ezt mi nem tűrjük el. Aki rasszista, az buta, tanulatlan, menjen vissza az iskolába, tanulja meg az egészet, mert nem tudja, azt se tudja, mi az, hogy rasszizmus, igazából azt tudja, hogy mit kell utálni. Vannak embertípusok, vannak tapasztalatok, és ennyi. A bőrszín nem számít. Úgyhogy Lefty Vlog Málta, ez egy kiváló zárójelenet. Mindenki legyen felelősségteljes és tudatos ember. Élje az életét úgy, hogy gondolkodik, előrefelé tekint, és nem fogadja el azt, hogyha az élet pofán bassza, hanem föláll is visszaüt. Menni kell tovább. Menni kell tovább, csinálni kell, és kész. Tartsatok velem legközelebb is, mert a vlog egyre érdekesebb irányba fog elmenni, de nem lövöm le a poént, mert azt úgy hívják, hogy spoiler, és az nekem se tetszik. Úgyhogy Lefty Vlog Málta, sziasztok! Sziasztok! Jó, mert... Sok anyag. Az a jó, ha sok anyag.